Life is funny and sometimes strange. Nem szeretem már ezt a számot. Nem a barátom. Nem. Nem szeretem a mariachit. Ébresztő. Miért mindig erre kellünk? Kéne valami változatosság. Valami új. Nem az vagyok. Nem. Nem. Jó, finom ez a ágynemű. Szia, Csiga. Nem vagyok itt. Kakuk. Kukucs. Nincs itt van senki. De akkor ki mondja azt, hogy nincs itt van senki? Az üzenetrögzítő. Pip. Szia, Csiga. Ha hazaértél, hívjál fel. Eltűnt, mint a boszorkány az ózba, amikor elpárolog. Ez egy piszkos videó. Na, ne gyerünk! Kezdjük el ezt az őrült napot. Rémlelkes. Au. Oh. Hallod, de most miért aludtuk el a nyakunkat mind a ketten amúgy? Nem tudom, szerintem. De amúgy lehet, hogy tudom az okát. Tehát, hogy így ez a sok plüss állat, ami ebben az ágyban van, az már nem emberi. Én szerintem meg egyszerűen csak arról van szó, hogy te elfeküdted a nyakad, én meg elkaptam tőle. Ja persze, erről is én tehetek, már korán reggel. Elkaptam tőled a nyakfájást. Igen, az egyébként egy súlyosan fertőző dolog. És én kaptam el tőled? Ha? 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 Au! Olyan nincs, értem. Mindig anya a bibás. Miért mindig én vagyok a bibás? Mert most ezt találtam ki. Mindig ezt találja ki. Ez hazugság, hogy most. Ez nem igaz, mert mindig ezt találja ki. Most. És mindörökké. Amen. Figyelj már. Mit szólsz ahhoz, hogy anyának megint nagy lesz a hasa, és megint lesz benne kis baba? Rossz lesz egy picit. Rossz lesz egy picit? Miért? Miért lesz rossz? Egy jó picit rossz lesz. Miért lesz rossz? Egyre kicsit. Annyira picit miért lesz rossz? Nem tudom. Nem tudod. De a tesódnak örülsz? Igen. És mit szeretnél, mi legyen, kisfiú vagy kislány? Kisfiú. Most már fiút szeretnél? Miért szeretnéd, hogy fiú legyen? Hát azért, hogy tudjunk majd menni együtt focizni. Á, értem. De figyelj már, én lány vagyok, és én is mentem a tesómmal focizni. És hogyha a kislány lesz, attól még mehet veletek focizni. Jó lehet? Ha kislány lesz, azért hazahozhatjuk? Igen. Igen. Akkor hogy férünk majd együtt el? Majd azt kitaláljuk, kilogisztikázzuk, hogy férünk el. Anya, meg a bal előre ül, meg hát... Ti meg hátul ültök, a rossz csontok. Igen, és a regék meg... Pedig a csomagtartó. A csomagtartó, mert ott van hátul meg két ülés, el fogunk férni, ne aggódj. Na, de ügyes vagy. Ügyes vagy. Köszönöm. Szia, Milán. Hello. Kis csíkos. Kis csíkos elefánt. Hello. Hoppá!
Jó reggel. Próbálom összeszedni, hogy hogy mit és hogy és merre és jobbról-balról pakolgatok össze-vissza igazándiból. Aztán rájöttem, hogy ez így nem, tehát nekem először reggeliznem kell ahhoz, hogy átlássam ezt a káoszt. Mert nem az igazi. De majd mindjárt leszünk, és akkor majd utána sokkal szebben fogom látni a világot, ezt hiszem. Természetesen mikor játszaná a mosógép a Nem centrifugázok című játékot, hanem most. De most, úgy hallom, hogy centrifugáz, illetve valamit csinál. Reméljük, hogy a centrifugázás az, amit most éppen mókol. Pakolgatok, de majd mindjárt leviszek mindent, és akkor majd átlátom az egészet. Nem látom, nem látom, nem látom, nem látom. Pakolok most már az én cuccaimat. Norbi meg a Miláné már össze van rakva, viszont képzeljétek el, hogy a Norbi lázas. 38 volt neki most. Ilyen egyik pillanatra a másikra, mondjuk ő mindig is így lett, mindig is így lázasodott be, hogy így egyik pillanatban tök jó kedve volt, meg hurrá, hurrá, megyünk nyaralni, utána meg egyszer csak így lefeküdt, és egyik pillanatra a másikra tök forró lett is. És berázasodott, úgyhogy őt most fölhoztuk a szobájába, kapott lázcsillapítót, meg iszik teát, aztán aztán meglátjuk. Visszünk neki antibiotikumot, mert a múltkor, amikor beteg volt, akkor kiváltottuk, de szerencsére nem kellett. Úgyhogy, úgyhogy elviszünk neki az antibiotikumot, meg visszünk természetesen lázcsillapítót, meg a fülére, mindenfélét, hogyha esetleg begyulladna neki. De hát reméljük, hogy nem lesz, nem kerül erre sor. Remélem, hogy azért rendben lesz a fiatalember. Na, úgyhogy én már itt közben kicsit ideges vagyok miatta egyébként, mert nem tudom, hogy mi a baj. Nem tudom, lehet, hogy megfázott. Olyan idióta idő van mostanában. Lehet, hogy meghűlt egy kicsit, nem tudom. Hát most ezeket összepakolom. Aztán viszem le, és akkor elkezdek az én bőröndembe is bepakolni. Nagyon fáradt fiam. Már elegem van ebből a pakolásból. Már úgy szeretném látni a végét. Lepakolom a bőröndöt, aztán ha a Milán feljött aludni, akkor fogom megmutatni, hogy miket viszek, mert addig tőle nem nagyon lehet így beszélni. Most éppen alszik ő is, de most nagyon ilyen nyűnyörgősre vette a figurát ma is, úgyhogy szerintem egyébként jön egy másik foga éppen, és azért
Azért van szegénykémnek ilyen nagyon rossz kedve a mai nap folyamán. Hát, vagy a tegnapi egész napos jövésmenés most jön ki rajta. Az is lehet, az is előfordulhat. Úgyhogy igen. Pakolászunk tovább. Szia! Jó kedvű bébi! Hello! Kezdek átlátni a káoszom. Most se tudom, hogy mivel kezdjem el. Megmutatom akkor, hogy mit viszek magammal, bár mondjuk még én sem nagyon tudom, hogy oké, hogy ezt viszem magammal, de hogy férek bele a bőrömbe. Na, itt vannak a melltartók, itt vannak ezek a top melltartók, meg itt vannak a fehér neműim, bugyi, zokni, ilyesmi. És akkor ebben megy majd a Milán, nem. Ebben mennek majd a fürdőruháim. Viszem ezt a kéket, ezt nagyon-nagyon szeretem, ez van egy ilyen kék színű alsó. Hát ilyen kis, ilyen strandruhás sztori. Tavaly vettem őket, és iszonyatosan megkedveltem, mert pont annyit takar, amennyi nekem kell. És van egy ugyanilyenem feketébe, ehhez van egy fekete színű alsó rész, ez is ilyen kis áttetsző, pont tökéletes. Aztán van itt egy ilyen kis pöttyös, ez is ilyen tök egyszerű, ilyen toppos, ehhez van egy fekete színű alsó, aztán van ez a zöld, ezt is nagyon szeretem, ez is ilyen toppos, megoldásos, ehhez is itt van a fekete színű alsó, és hát ez az egyik kedvencem. Ezt akkor vettem tavaly, amikor megtudtam, hogy a Milánnal terhes vagyok, mert akkor volt akciós. Májusban, vagy áprilisban, nem is tudom, májusban. Nagyon-nagyon szeretem a mintáját, olyan kis szép, és ez is ilyen, hát ez is ilyen kis toppos, húzott, nagyon-nagyon csípem. Viszek 3 darab ilyen strandruhát, ez egy ilyen... Macika, ne csináld, azt nem szeretem. Van ez a fekete mintás, van egy ilyen tök egyszerű kis fehér. Hát ezt az Ázsiába vettem. Ez nem is strandruha, hanem valami blues féleség. XXL-es? Azt hiszem, nem is tudom, de iszonyatosan megtetszett a mintája, úgyhogy én kineveztem strandruhának. Úgyhogy én ebbe járkálok a strandon. Meg van egy ilyen... hát ez is egy ilyen kis... Ezt még a Bonprix-ből rendeltem. Bonprix. És jött egy ilyen kis tök egyszerű. Na hát most rengeteg mindent láttok, de mindegy, akkor a másikat szétszedem, mert bemutatom pár éve. Viszek 2 ilyen kicsit bővebb szabású inget. Hát ezt is így a fürdőruhára, vagy majd csak hogyha így fent leszünk a szálláson, egy rövid nadrághoz igazándiból, ez így ennyi. Robi kinyírta a képet. Úgyhogy ez igazándiból ennyi. Meg elviszem ezt a nagy hetes strandkendőnek szoktam hordni, viszont most elviszem magammal estére, hogyha esetleg sokáig kint maradunk, akkor a Milánnak a kocsijára rá tudom teríteni, mert nagyon-nagyon vékony, és nem tudnak este így beszállni hozzá mindenféle bogarak, meg cserebogár, meg szúnyog, meg mindenféle. Aztán viszek 1-2-3 cicanadrágot, viszek 2 darab rövidnadrágot, jelen pillanatban ez a 2 van, ami jó rám, a többi nagy, úgyhogy ezt a 2-t viszem, ezt nagyon-nagyon szeretem, ennek olyan szép az alja. Ez meg olyan kis egyszerű. Ja, rövidnadrág, aztán viszek 1-2-3-4 darab, 4-5, 1-2... 1, 2, 3,
Nem tudok számolni. 1, 2, 3, 4, 5 darab farmer nadrágot, mert hogyha olyan idő lesz, mint itthon, akkor valószínűleg este már inkább hosszú nadrágba megyek ki. A Milán viszont elég erőteljesen koszol, vagy hogy is mondjam. A Norm meg újabban mindent kiborít, rámborít, meg és a többi, úgyhogy tudjátok, inkább legyen is ne kelljen, mint hogy ne legyen is kelljen. Na, aztán van itt nekem 1-2-3 darab ilyen pizsamanaci, itt ez az egyik kedvenc blúzom, meg ez a csíkos, ezt mindenki kérdezte, hogy hol vettem. Mind a kettő a Telivelből van egyébként. Igen, mind a kettő Telivelles. Nagyon-nagyon csípem őket amúgy. Aztán van itt egy pulcsi, egy ilyen hörcsögök vannak rajta, nagyon-nagyon szeretem. Aztán van itt egy ilyen kis rózsaszín pulóver, próbálom így rendbe rakni. Van itt egy ilyen kötött pulcsi, ez alá egy fehér színű atlétát szoktam felvenni. Igen, aztán van itt egy hosszú ujjú fehér póló, van itt egy ilyen tornacipős fehér póló, aztán egy ilyen szürke rózsaszín hosszú ujjú póló, egy kék hosszú ujjú póló, egy fehér rövid ujjú, fekete rövid ujjú, valami kutya van, ez egy fehér macskás rövid ujjú, ezen róka van, az egy atléta, meg az is egy atléta. Igen, aztán van itt még egy ilyen, kicsit ilyen, tudjátok, ez a ejtett válló, vagy nem is tudom, hogy hívják, póló. Aztán ez az egyik kedvenc topom, ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt még a Tezanisbe vettem 1689 millió éve, és azóta nagyon-nagyon szeretem, mert olyan állatszíne van, nagyon-nagyon csípe. Aztán van itt fekete atléta, meg egy csomó fehér, mert ilyenkor iszonyatosan szeretem a fehér atlétákat, farmerhoz, rövidnadrághoz, bármihoz. Úgyhogy ennyi. Aztán mutatom akkor a ruhákat, amiket viszek magammal. Igazándiból enni nem kér, a bőrömben elfér, ez meg rimmelt. Yes! Mert ilyen nagyon picikre össze tudom hajtogatni, úgyhogy ebből sokat viszek, mert imádom ma ezeket a kis ruhákat. Ezt, szóval ezt a három darab ruhát a Divat Shop 3P-vel, divatshop.hu-ról rendeltem, igen, 3P-vel, és igen, létező oldal, és tök jó cuccaik vannak, úgyhogy még fogok onnan rendelni. Ezt onnan rendeltem, ezt a kis ruhát. Tök jó színe van, és iszonyatosan menő ez a minta rajta, nekem bazira tetszik. Bocsánat, közben velem együtt párhuzamosan beszélnek a fiúk, Milán gagyog, Nord meg énekel, vagy nem tudom mit csinál, lement a láza, hál' Istennek, úgyhogy hadd énekeljen. Na, úgyhogy ez onnan van, ezt viszem. Bocsánat, csak közben próbálom úgy rakni, hogy ne gyűrödjenek össze. Aztán van ez egy ilyen, tudjátok, itt ilyen válkidugós, értitek? És itt az ujját ezt így meg kell kötni, látjátok? És ilyen kis mini, iszonyatosan tetszik, és van egy ugyanilyen rózsaszínben. Jaj. És van egy ugyanilyen rózsaszínben, ugyanígy ilyen válkidugós. Milánnak is tetszik. És itt meg kell kötni masniba. De nagyon-nagyon szép egyébként, tetszik a mintája. Itt van ez hatalmas kedvencem, ez a ruha, ezt nagyon-nagyon szeretem. Ezt tavaly kint vettük Olaszországban. Sőt, nem is tavaly előtt. Igen, azóta megvan, nagyon-nagyon csípem ezt a rucit. Hát ez is ilyen kis mini. Ezt is nagyon-nagyon szeretem, ez egy sima, egyszerű kis fehér ruha, viszont borzalmasan áttetsző, úgyhogy csak testszínű bugyival tudom felvenni, mert csak az nem tűnik át rajta. Aztán itt van a mágikus piros ruha, amit fogalmam sincs, hogy honnan rendeltem. Van benne, srácok, biléta, mert valaki kérdezte, hogy nincs benne valami, de van, tessék. Én ebből nem tudtam megfejteni, hogy honnan rendeltem, mert már iszonyatosan régóta megvan. Fogalmam nincs, hogy honnan, nem tudom. Az is lehet, hogy kaptam valakitől ajándékba, és azért nem hordtam. Vagy nem tudom, de nagyon tetszik ez a piros ruha, ezt nagyon, szerelmes lettem azóta. Milyen jó, hogy ilyen gyűjtögető vagyok. Milyen jó, hogy nem ajándékoztam tovább, mi? Na. Csak közben próbálom. Igen, Milán közben zombisat játszik. Na, aztán itt van ez a ruha, ezt is Olaszországba vettük.
Most, na most ezt vagy tavaly előtt vettük, fogalmam sincs, ez ilyen kis minimál, láttatok rajtam egy csomószor. Ezt is nagyon-nagyon szeretem, mert olyan kis csinos. Aztán ez is a divatshop.hu-ról van, 3P-vel. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, ilyen csíkos maxi ruha. Ez a nyakrésze tetszett meg baromira, meg az, hogy itt a has, vagy itt a derék részénél van ilyen kis megkötő, és akkor így kell vele így megkötni, de nagyon-nagyon szép, én nekem iszonyatosan tetszik ez a csíkos matróz minta, vagy nem is tudom, hogy mi az össze ez. Oké, aztán ez is a divatshop.hu-ról van. Ez meg egy ilyen, így nagynak tűnik, de mert ugye ezek egyméretű ruhák. Hát ez egy olyan ruha például, ami szerintem felvéve jobban mutat, mint így, de nagyjából látjátok, ez is egy kicsit ilyen hosszabb fazonú, de ez is iszonyatosan tetszik, úgyhogy ez is onnan van. Aztán itt van ez, ebbe voltam ugye a Margit-szigeti találkozón, ezt iszonyatosan szeretem ezt a ruhát, ez 5. éves, és ezt is Olaszországban vettük, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon csípem. Úristen, Niki, mennyi ruhát viszel egy hétre? Rengeteget. Nem kér enni. Ezt tavaly vettük ezt a ruhát egy kismamaboltban, és azóta várom a pillanatot, hogy felvehessem, mert tavaly itthon hagytam Olaszország előtt, úgyhogy hát ha most. Ez egy ilyen egyszerű kis csőruha, nem is tudom, hogy hívják. Itt a nyak részénél, meg ezt így meg kell kötni, így van a nyak része, így. És akkor itt meg kell kötni, és akkor lesz ott egy szép kis masni. Hát fogalmam sincs, a kirakatban a babán jól mutatott, és amúgy akciós volt, úgyhogy akkor megvettem, tavaly, igen, viszont azóta nem volt rajtam, mert nem nagyon volt alkalmam fölvenni. Mondom, Olaszországban meg elfelejtettem elvinni tavaly, úgyhogy hát ha idén eszembe jut. És itt van a másik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencem, ez a ruha 3, 6, 5 éves, fogalmam sincs. Ez egy tellivelles ruha. Az érdekesség benne az, hogy 36-os, de ez nem 36-os szerintem, hanem 8-as, de mindegy, tök lényegtelen egyébként. Iszonyatosan szeretem ezt a ruhát. Hát most várjál, itt lakunk már 3 éve, azóta biztosan megvan. Még a Bercsényi utcában is megvolt. Tehát szerintem 4-5 éves simán megvan. Iszonyatosan szeretem ezt a ruhát. Na, úgyhogy ennyi, meg egy bambi. Majd még jövök vissza a többi. Kár, hogy ezt nem láttátok. Mi van, szívem? Csak utáltam, hogy jó ez a napci. Tényleg jó. Ezt tavaly vettük, nem? Ezt hiszem Italiánóba. Nem tudom, hogy melyik évvel. Italiánóba? Úgyhogy igazándiból ennyi, jövök majd még vissza a kozmetikumokkal. Viszont, hát most értitek, megmutatom, hogy miket visztek a fiúknak, ruhát dögivel. Nagyon-nagyon-nagyon sok ruhát, mert ha már így is úgy is egy bőröndbe kell nekik pakolni, akkor már telepakolom azt a bőröndöt, és inkább több cuccot viszek, mert kézzel nem fogok nekiállni mosogatni, mosógép meg nincs, úgyhogy, vagy van. Tudja már a rák, nem mosni megyek, hanem pihenni, úgyhogy nem vagyok hajlandó mosógépet kapcsolgatni az elkövetkezendő egy hétben. Igen, sajnálom, ez van. Lusta vagyok, pont. Úgyhogy inkább akkor telepakoltam nekik a bőröndöt. Van itt a Milánnak egy csomó ilyen olyan body, mint ami például most is rajta van. Ez a kis egyszerű ilyen... Valakinél láttam, hogy egyszer úgy hívta, hogy napozó, hát nem tudom, hogy hello, nem tudom, hogy tényleg így hívják-e. Hív a Radics! Nem tudom, hogy tényleg így hívják el, de mindegy, lényegtelen. Van itt neki egy ilyen kötöttebb pulcsi, egy csomó-csomó póló, hosszújú, rövidújú, mindenféle. Itt vannak ezek a napozók, itt van a szupermenes, amit még a szupiéktól kaptunk. Itt van, látod, Szupi, elvisszük ám, nehogy azt hitt. Mickey Mouse-os, hát ugye ezeket mind-mind láttátok, mert megmutogattam. A bőrönnek az aján vannak a textilpelenkák, meg a Milánnak az utazó ágyába lepedő, illetve pokróc. Igen, aztán itt vannak ezek a kis falat. Hát nézzem meg, mekkora falat zoknik.
Igen, kész vagyok tőlük. Itt vannak a badik. Ebből is vittem hosszú ujjút, rövid ujjút, mindenfélét, főleg fehéret, hogy mindenféle póló alá fel tudjam adni rá. Igen, de aludni például jók ezek a színesek is. Itt van, amit ajándékba kaptam tőletek, meg kis rókás, ugye, amit mutattam, nemrég vettük. Ez a kis fokrém színű, úgyhogy ebből is inkább többet viszünk, hogy legyen. Oké, aztán akkor vettünk neki két sapit, ezt nem is mutattam tegnap, képzeljétek el, elfelejtettem itt a nagy idejébe. Ez az egyik sapka, ilyen kis fülvédős, iszonyatosan cuki zsiráf, kék és zöld. És ez, Lú, figyeld! Nézd, Lú, mi van rajta? Egy bálnás sapka az én kis troll babucimnak. Úgyhogy igen, aztán viszem neki a kis kaktuszos cipőjét, meg viszem neki ezt a kis tornacipőjét. A strandra itt van neki egy fehér, meg még egy ilyen kis fehér napozós sapi, nem is tudom, hogy mondjam, de úgyse lesz kint a napon, csak ha esetleg megyünk vízibiciklizni, vagy akár merre, vagy esetleg bevisszük oda visszük a tengerparthoz, azért legyen valami a fején, úgy a biztos. Jaj, aztán itt van egyszer egy ilyen kantáros hosszú nadrág, egy farmer rövid nadrág, egy farmer hosszú nadrág, nagyon sok rövid naci, amit mind láttatok, hogy ezeket most vettük, ugye, mind. Aztán itt van egy csomó hosszú nadrág neki, ugye ezt mind láttátok, ezeket mind most vettük. Igen, úgyhogy ennyi. Itt a kis kabát, amit szintúgy most vettünk, úgyhogy ezeket nem szedem szét, srácok, mert ezeket mind láttátok most egy pár napja, amikor vettük őket. Igazándiból annyi történt, hogy le lettek vasalva, meg ki lettek mosva. Úgyhogy ez a Milán pakja. Igen, ja igen, a bőrönd alján van még neki törölköző is. És akkor itt van a Norbinak a pakja. A Norbinak is ugye hát... Főként azok a holmik vannak a bőrönben, amiket most vettünk neki, a pólók, itt van a Batmanes, a narancsárga majmos, a másik Batmanes, mindenféle, hoppa, rózsaszint, azt ki kell szedni, mert azt nem szeretné felvenni, a pálmafás, a csíkos, vagy igazándiból nem kérem néz a rózsaszín póló, elviszem hát, ha meggondolja magát, Mickey Egeres, úgyhogy igazándiból ezt mind láttátok, aztán van itt két darab pulóver, 1-2-3 darab farmer nadrág, két ilyen jogging-szerű, és 5 darab melegítő nadrág. Aztán itt van a kabátja, játszós rövid nadrágok, illetve pizsama rövid nadrágok. Itt is még rövid nadrág van neki, mert hogyha így vacsora után hazamegyünk, és esetleg kimegyünk a játszótérre, akkor legyen, ne azért ne tudjon homokozni, ne legyen koszos, gyerekből van, hagy koszoljon. Úgyhogy itt van neki ezek a csinosabb rövidnadrágok, ilyen farmeros, meg mindenféle. Úgyhogy igazándiból ennyi, a bőrönd aljában törölköző, alvós pokróc, meg egy pléd, azt hiszem, amit majd a strandra viszünk le. Úgyhogy igazándiból ennyi, meg egy bambi, hihetetlen, de igaz, de Robertünk elkezdte bepakolni a bőröngyét, bár most elmenekült telefonálni, de figyelem, és szemmel tartom. Úgyhogy igen, na most abban a kukoricában, amit mindjárt megfőzünk, abban a motyóban vannak a piperecuccok, amit majd mindjárt megmutatok, csak ezeket el kell innen tüntetnem, úgyhogy mindjárt jövök. Na! Ebben a kis motyóban viszem a papucsokat, illetve a szandálokat, viszem ezt a Snoopy-sat. Aztán viszek két harisnyát, tavaly is elvittem, jól megsételtettem, egyébként lehet, hogy ez tavaly Olaszország óta itt van. Ez az utazós harisnya, mindig bepakolom, sose kell. Viszem ezt a fehéret, amit a rohadt macska, nem is ezt, a másikat. A rohadt macska kidagasztotta, igaz? Rafi! Ha? Nagyon fejű. Úgyhogy igen. Aztán viszem ezt a szandálomat, ilyen a szára az egyik szandálomnak, aztán itt van a másik szandi, és itt van a harmadik szandi, igazándiból ennyi, meg egy bambi. Nem nagyon szoktam én ezt túlzásba vinni. Viszem még a fehér konverzomet, hát ha megint megfájdul benne a lábam. Én ezt nem teszem el, mert ebbe megyek.
Ez így szépen ebbe bele is fér. Aztán itt vannak a gyógyszerek, elrakom még a Norbinak az Augmentin Duo-t. Tudjátok, ez ilyen por, amit nektek kell összekeverni vízzel, és ez még nem lett bekeverve, csak kiváltottuk a múltkor, mert már majdnem lejárt a recept. 19 első hóig jó, tehát azért inkább elviszük magunkkal, az a biztos, az ördög nem alszik. Hallott kincs, azt akartam mondani, hogy emlékszel arra a nagy pocakos kismamára, aki mindig itt sétáltatja a kutyust? Igen! Igen, már itt tolták a babakocsit. Aha. Ja. Na, itt van a gyógyszeres, mindenféle gyógyszert, amit csak lehet így ilyen SOS összeszedtünk. Lázcsillapító, kalcium, aztán a biogája csepp a manónak, panadol, immodium, betadin, neocitrán, ez a dolitricin, C-vitamin, septapasz, orspré, otrivin, még egy kis orspré, mi az már, mondja, céntabletta, szemcsepp, kézfertőtlenítő, igazándiból mindenfélét elraktam, itt van az enterol is, úgyhogy kataflán és egy penisztil. Oké, aztán hát ez egy kicsit ilyen mindenes lett, most kiesett belőle a fogkefe. A Manó kapott egy új fogkefét az utazásra, meg apa fogkeféje, meg anya fogkeféje. Nem akart visszamenni, visszamenjél! Aztán tavaly vettem a Balatonon, igen, azt hiszem a Balatonon, a hajamban ilyen virágokat, és egyszer se vettem fel. Hát most elviszem magammal, hát ha felveszem valamihez. Mondjuk egyébként pont nem viszek semmi lilát, vagy mindegy, mondjuk ez a vajszínű talán jó lesz valamihez. Fokrém, aztán varrózsdoboz, ki tudja, borotva, aztán a Robinak a szeme. Mi az? Kontaktlencse. Laklemosó, egy plusz Neogranormon popsikrém a Manónak. Aztán van itt még vattapamacs, parfüm, a Manó parfümje. Ez a kis kutyaszagú, ahogy én hívom. Jó, de egyébként nem kutyaszagú, nagyon finom illata van. Meg itt van a fruktízos hajpakolás, amiből most a papajásat választottam. Úgyhogy igazándiból ennyi. Ebbe így ennyi van. Aztán, ja igen, és akkor itt van ez a szentséges jóisten. Ha már papajás és narancsárga, akkor gondoltam, hogy kipróbálom a Fructiznak az új Goodbye Damage nevezetű samponját. Iszonyatosan, eszméletlenül jó illata van, úgyhogy már csak azért is megérte, tömény nyár illatú konkrétan. Úgyhogy gondoltam, hogy kipróbálom, és akciós is volt a Tesco-ban, úgyhogy ezt választottam. Sampon, száraz sampon, hajlak. Nagyon-nagyon szeretem a Tapnak ezt a hajlakját. Ez 4-es erősségű, de nekem pont jó, tehát szerintem pont tökéletes. Hello! Nézd a nadára! Tök jó! Menő, jól néz ki! Jól van, szívem! Aztán itt van a Robinak a samponja, tök mindegy. Tusfürdő, szintúgy kipróbálásra. Vettem egyet itthonra is, úgyhogy én már azzal fürdök, eszméletlenül jó illata van. Ilyen, nem tudom mihez hasonlítani. Iszonyatosan, eszméletlenül jó illata van. Csak akkor tudjátok meg, hogyha megszagoljátok. Aztán itt van a Manónak a tusfürdője, apa spréje, micellás víz, aztán mi van még itt? A Manónak hajzselé, spré, a babának fürdető, ez ilyen kettő az egyben, fürdető és sampon. Aztán van itt egy ilyen napozás utáni aloe verás uborkás téma, nagyon-nagyon jó egyébként. Ha leégtek, akkor eszméletlenül jó megváltás a vállaknak, meg a hátnak is. Ez az enyém, ez ilyen, mi az? Olaj, napvédő. Napolaj? Igen, napolaj. Aztán
Itt van még egy, ez 20-as, ez is napolaj. Ez a babái, ez 50 faktoros nívás bébi napvédő, ez a Norbié, ez is 50-es, aztán még itt van a Robinak a tusfürdője, nagyon jó illata van. Én nyáron kifejezetten imádok a Robinak a tusfürdőjével fürdeni, mert bazi jó illatú, és így felfrissülök tőle, és eddig a zölddel fürödtem mindig, az a anti-hangover, vagy nem tudom, hogy mi volt a neve, ilyen, láttátok már biztos videóban, ilyen UFO zöld, ilyen neon zöld színe volt, eszméletlenül jó illatú, de most ez nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy a Robinak vettem, de lehet, hogy én is fürdök vele majd egyszer-kétszer. Úgyhogy igazándiból ennyi, viszek még két darab törölközőt, illetve hármat, mert kell egy majd a hajamra is, aztán így nagyjából ennyi, a Milánnak rakok még el pár tedlit, meg ezt a kis evőköpenyt, rakok el zacskót a pelenkázó táskába majd, hogyha esetleg lenne valami eldobandó, vagy esetleg a kocsiba keletkezik valami szemét, visszük a kis úszómellényét, ugye az is megvan, aztán van még itt egy szatyor, popsi, törlő, pelenka, cumis üvegek, víz, meg tápszer van benne. Ja, meg bébi étel, igen, a bébi étel. Mert ugye a kintieket nem ismerjük, úgyhogy azokat így nem teszteljük, úgyhogy inkább a hazaiban bízunk. Viszünk egyszer egy, na, már megmutatom, már mindegy. Egy sárgarépa püré csirkehússal, zsenge zöldborsófőzelék, paradicsomos burgonya. Áó, elveszett a fókusz. Fókusz elment, borírt. Jó, aztán van itt egy almagesztenye püré csirkehússal, ez az egyik kedvence a Milánnak. Van itt egy sütőtök csirkehússal, egy sárgarépa rizs borjúhúsival, akkor aztán a többi már gyümölcs, szilva, banán-mangó, ez a másik nagy kedvence, áfonyás alma. Igazándiból ennyi, ugye úgy van, hogy délelőtt szokott gyümölcsöt kapni, és ebédre, meg általában alvás után ilyen 3-4 óra fele szoktuk még megkínálni főzelékkel, úgyhogy ezért csak 3 üveg gyümölcsöt viszünk, mert egy evés nagyjából egy fél üveg gyümölcs, de nem mindig. Úgyhogy úgy kalkuláltunk, hogy 3 az egy elég lesz, mert úgyis holnap már úgyse fog enni, úgyhogy igazándiból csak 6 nappal kell számolni. A főzelékből meg viszünk 5-öt, aztán majd eszik belőle, amennyi jól esik neki. Mert ugye úgy számoltuk a főzeléket, hogyha esetleg egy nap kétszer kap, akkor legyen belőle elég. Úgyhogy igazándiból ennyi. Ugye elviszünk 4 doboz tápszert, biztos, hogy nem fog kelleni mind a 4 doboz, de most ezen a pár doboz, ezen a 2 tizén nem fog múlni semmi, viszont kint nem fogunk tápszerekkel kísérletezni, meg végképp nem, úgyhogy így lesz majd. Ja, mert így elfér igazándiból. Viszem a Norbinak a kockás ingét, azért a rózsaszínnel bepróbálkozom még, meg itt van még 2 darab ing, mert ugye a Robi is hoz magával, ki tudja, sokszor van olyan, hogy apán ing van, akkor a Norbin is, mert hát ő is akkor. Hogyha apa inget vesz fel, akkor a Norbinak is muszáj. Képzeljétek el, Robi így áll a bőröngyével, és még csak 7:15. És már kész van, és már majdnem összepakolta a bőröngyét, le a kalappal előtte. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Na, jaj, a Norbinak még papucs. Hova tettem a papucsát? A Norbinak. Ja igen, itt ebbe vannak ebbe a kis szütyűbe van neki a bugyizokni fürdőnadrág, és akkor itt van neki egy papucs, meg itt van még neki egy másik papucs, tudjátok, egy ilyen kis McQueen-es történet, meg itt van neki egy Beckman-es, amit a múltkor vettünk neki. Ja, úgyhogy ennyi, meg egy Bambi, szépen bepakolunk mindent, aztán annyi. We'll be right back.
Ajánlat. Én nyertem. Niki kontra pörönt. Becsuktam a kurva anyját. Fél tíz. Összepakoltunk, bepakoltunk mindent igazándiból. A Norbi viszont bazilázas. 8-8-al jött fel, kapott lázcsillapítót, alszik, aztán nagyjából egy órája megmértem neki, és 41 fokos láza van. Úgyhogy hívtuk a gyerekorvost, sajnos nem vette fel a telefont, úgyhogy a védőnővel tudtunk így beszélni egyelőre. Most a Robi tör neki össze algopirint. Azt mondta a védőnő, hogy egy fél algopirint összetörve kaphat, hogy rakjuk bele neki innivalóba. Nem nagyon akar neki lemenni, és nem igazán tudjuk, hogy mi a baj, mert ugye a torka nem fáj, a füle se fáj. Fogalmam sincs, hogy mi történik. Nem tudom. De eléggé aggasztó ez így most, pláne így indulás előtt. Úgyhogy nem tudom, hogy mi válthatja ki nála ezt a nagyon-nagyon magas lázat, és illetve, hogy ennek így mi lesz a folytatása. És nem egyszerű, hullafáradt vagyok, nagyon fáradt, de most nagyon-nagyon ideges vagyok a Norbi miatt, mert nem tudom, hogy mi a baj. Most az óviba összeszedett valamit, vagy megfázolt, vagy nem tudom, tényleg az a rossz, vagy nem, lehet, hogy nem is rossz, nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy nem tudom, hogy mi a baj. Hogy most, ha fájna a torka, akkor tudnám, hogy megint a mandulája, vagy a füle, vagy nem tudom, de ez a nagyon-nagyon magas láz, ez most nagyon ilyen ijesztő. Nem tudom. Eléggé para. És nem tudom, hogy mi a baj, nagyon rossz. Mindegy most. Hát mindegy, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Why don't we let it?